nagyon jól állunk. A Mező Józsi kollégámmal együtt próbáljuk a srácokat oktatni, oktatjuk őket a kapus szakmára igazából. A 2003-as korosztályban már van egy régiós válogatott, ugye itt még nem beszélhetünk országos válogatottról. Ecsegi Zsoltiról beszélek, 2003-as kapus, remek kapus, ígéretes tehetség. Aranyi Tamás és a Csordás Dávidról beszélhetünk, akik szintén nagyon-nagyon tehetségesek. Ugye az Aranyi Tamás korosztályos válogatott is bemutatkozott a törökök elleni felkészülési meccsen, nagyon büszkék vagyunk rá. 2001-es korosztályban szintén van három nagyon jó kapusunk, az Acsádi Bence, a Kovács Andris és a Kosztyú István. Ugye a Pistit még nem tudtuk leigazolni ugyan Ukrajnából, de remek képességekkel, remek adottságokkal rendelkezik. A 2000-es korosztályban szintén van egy válogatott kapusunk, Kovács Péter személyében, akire szintén nagyon büszkék vagyunk a Józsival, hiszen a felnőtt csapat kerettagja. Mellette a Szilágyi Patrik van, aki ugye kevesebb lehetőséghez jut, de ő is remek kapus, Tarpára igazoltuk egy éve. Meg kell említenünk mindenképpen a Decki Mátét, aki a nyáron távozott tőlünk. Ő is korosztályos válogatott kapusunk volt, most már mondhatom, hogy volt, hiszen eligazolt a Stoke City, ez őre is nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Krajcsi Bence most került be a csapatba, hiszen a Málik Misi, amikor eligazolt Diósgyőrbe, első számú kapus lehetett, három meccset védett, nagyon jól teljesített, a Szatmári Csaba vezetőedző nagyon meg van vele elégedve, és így a Hajko Balázs is léphetett egyet följebb, ő most második számú kapus a csapatnak, az U19-es csapatnak. Az NB3-as csapat tagja jelenállás szerint, a Szabados Pistiről beszélek, aki az U21-es keret tagja, úgyhogy őre is nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és még ugye van tehetségünk, a Takács Sanyi, akit még nem sikerült leigazolnunk, de ezen vagyunk, ő is tehetséges kapus, úgyhogy én azt gondolom, hogy kapus téren nagyon jól állunk így az akadémia szinten, és azért dolgozunk, hogy végre a felnőtt csapatnál is egy saját nevelési kapusunk végén. Eddig három alkalommal hívtak meg a válogatotthoz, de sajnos az egyikre nem tudtam elvenni, hát egy kisebb sérülés miatt legutóbb a múlt héten voltam Telkiben, hát ez egy ötnapos edzőtábor volt, aminek keretében két edzőmeccset is játszottunk a Törökországgal, és hát az egyiken kaptam lehetőséget. Annak ellenére, hogy két gólt kaptam, viszonylag jól ment, mivel volt több hát védésem, illetve magabiztosnak éreztem magam a lábbal való játékban is. Annak örülök, hogy most ezen az utolsó, az elmúlt három meccsen kezdőként léphetem pályára, hiszen amióta itt vagyok, igazából hát Decki Máté barátom miatt elég keveset kerültem reflektorfényben, most viszont én úgy érzem, hogy a bajnokság ritmusát fel tudtam venni ezen a három meccsen. Ugye volt egy Fradi 0-0, ahol végigizgultam, és az egyébként 20%-kal, legalább 20%-kal rá is dobott a teljesítményemre. Úgy érzem, hogy az első meccsen az izgalom látszott rajtam, jöttek a hibák, voltak olyan momentumok, ahol jobban is teljesíthettem volna. Viszont tehát a meccsnek a végén úgy éreztem, hogy tényleg képes vagyok rá, látszott is rajtam, hogy meg tudom csinálni, és utána ez a higgadtság rám ragadt az utolsó, vagy a legutóbbi két meccsre, és hál' Istennek nem is nagyon hibáztam.